A közösség erejét ezzel mutassuk meg, hogy átöleljük egymást, illetve az országon. Kovács Szilvinek két kislánya van, egyikük autizmussal él, és azért hívta életre a szombati programot, mert Mircsi példájából kiindulva tudja, a fogyatékos emberek ugyanolyan értékesek, mint bárki más, és erre szeretné felhívni a figyelmet. Szilvi számára az ölelés egyértelmű volt, hiszen kollégánként rendszeres tudósítója a város fogyatékkal élő embereit ellátó szervezetek rendezvényeinek, ahol őt mindig nagy öleléssel fogadják. Egy nagyon fontos ügyre szeretnénk felhívni az emberek figyelmét. Épek és fogyatékkal élők fogunk itt együtt összegyűlni azért, hogy megmutassuk azt, hogy mindenki ugyanolyan ügyes, okos, szép, és mindenki ugyanolyan értékes ember. Az ölelés az elfogadásért egy flashmobként indult, de mint Szilvi mondja, sokkal több lett belőle, hiszen a fogyatékkal élők elfoglalják majd az ünnepi színpadot, és különböző rövid műsorszámokkal is készülnek. Az adventi színpadon megmutatják magukat nagyon sokan, gyerekek és felnőttek egyaránt, mindenféle produkcióval érkeznek. Én egy kicsit ilyen flashmob jellegű dologra számítottam, de szerintem ez már túlnőtt annál. Azt gondolom, hogy körülbelül egy órás műsorra most már számíthatunk. A fogyatékkal élők világnapján december 3-án szombaton 10 órára várnak mindenkit az ország almához. A sérült emberek és az épek átölelik egymást, valamint az ország almát, ezután pedig színpadi programok lesznek.